Pályakezdőként érdemes lenne jelentkeznem ingatlan közvetítőnek, mondja a kérdező. Ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben, és valamikor mindenképpen szeretnék belevágni. A hirdetésében úgy szerepel a bérezés, hogy van egy alapbér, mellette jutalék, illetve az alkalmazotti jogviszonyban dolgoznék. Szerintetek próbáljam meg ki magam, vagy máshol dolgozzak. Jönnek a válaszok, kevesen tudnak ebből megélni, aztán ha úgy érzed, hogy van hozzá személyiséget, beszélőket, belead, akkor értelemszerűen igen. Jön a történet, hogy barátnőm belekezdett, de pár hónapnál tovább nem bírta, kihajtotta a főnök a belüket, STB. Szóval én azt gondolom, hogy ha eszedbe jutott, akkor mindenképp nem vágj bele. Lesz nehéz egy-másfél éved, iszonyat munka az felépíteni a portfóliót, megtanulni ezt a szakmát, tényleg nem egyszerű, nagyon-nagyon összetett, azt mondják sokan, hogy ingatlan fogja, feladja a hirdetést és hátradőr, és akkor várja az ajánlatokat, nem így van. Viszont az érzés, hogy neked olyan tudásod van, amivel az embereknek egy bonyolult, nagyon nehéz élethelyzetében tudsz segíteni, azért az nem egy rossz érzés hirdel, és amikor egy ilyen ügyletet végigviszel, az akkora lökés, hogy egy percig sem fogod bánni. Ha javasolhatok valamit, akkor érdemes úgy elkezdeni, nyilván az OK-s tanfolyamat el kell végezned, semmit ne vágj tőle. Viszont érdemes elmenni olyan ingatlan irodához dolgozni, ahol adott esetben van valamilyen fajta mentor program, ahol foglalkoznak veled úgy, hogy valaki csak veled, és tanulhatod ezt a szakmát. Ha beszélsz angolul, rengeteg olyan anyagot találhatsz YouTube-on itt-ott, ahol nagyon sikeres amerikai, külföldi ingatlan értékesítők mesélnek a munkájukról, milyen social media felületeket használnak, hogy igazából minden csinyát, bínyát leveheted, de erre mindenképpen szállj rá napi másfél-két órát, illetve tanulj marketinget, ezek mind szükségesek lesznek ahhoz, hogy te jó ingatlan közvetítő legyen. És még egy nagyon fontos tanács, az első perctől kezdve kezd el felépíteni a saját márkádat. Hogy 3-4-5 év múlva abból élj, hogy te egy nagyon jó ingatlan közvetítő vagy, és azon a környéken, ahol te dolgozol, mindenki tudja.